Könnyed jazz muzsika, kitűnő helyi borok és érdekes beszélgetések. Mindez az idei Könyvbor Jazz Fesztiválon a Vasari Galéria kertjében. A közönség a hétvégi lazulás mellett író-olvasó találkozókra is beülhetett. Ilyen volt például a péntek délután, amikor Benedek Szabolcs mutatta be legújabb könyvét. A kötetről kollégánk Szegő András kérdezte a szerzőt. A Vaskos kiadványban az 1986-os mexikói világbajnokságon szereplő magyar labdarúgó válogatottról olvashatunk. Persze nem csak a 6-0-ás vereség okairól, hanem a felkészülési időszak első percétől nyomon követhetjük a csapat és a szakmai stáb munkáját. Benedek Szabolcs számos érdekességet is megosztott beszélgetőtársával és a közönséggel. Többek között arról, hogy több ok is vezethetett a szovjetek elleni történelmi vereséghez. A könyv egyfajta leleplezése is az adott korszaknak, 1982-től a 86-os szereplésig. A szerző külön foglalkozik az akkori szövetségi kapitánnyal, Mezei György személyével, akit, mint emlékezetes, a VB után a közvélemény és a szakma is majdhogy nem kiátkozott. A tényeken alapuló könyv nem foglal állást, az olvasóra bízza, hogy milyen tényezők vezettek a bukáshoz. A kötetet mindenkinek ajánlották, akik szeretik a labdarúgást, és esetleg a tévékészülékek előtt át is élték a mexikói eseményeket, de azoknak is, akik a 80-as évek Magyarországáról olvasnának szívesen.